A szennyezett vízzel kapcsolatos rémhírekre sajtóközleményben reagált az Alföld Víz Zrt. A cég a gumigyár belső hálózatának szennyeződéséről tegnap reggel értesült. Cég telephelyén engedélyezési eljárás során vízmintát vettek belső hálózatról, és ott nem megfelelő minősítésű laboreredmények érkeztek. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosan mi felvettük a céggel a kapcsolatot, hogy a vízmintát azt egy belső hálózaton vették, és ez a vízminta, ez kifogásolt vízminta volt, ami azt jelenti, hogy fogyasztásra a víz alkalmas, viszont a szolgáltatónak abban az esetben, hogyha külső hálózatról érkezett a probléma, abban az esetben intézkedési tervet kell az ANTS felé megtennie. Függetlenül attól, hogy az észlelt probléma a gyár belső hálózatának, esetleg saját kutyának minőségével is összefüggésbe hozható, az érintettek megnyugtatására az Alföld Víz Zrt. Szivacslövedékes hálózattisztítást végez az üzemet ellátó szakaszon ma éjszaka. Amennyiben a vízminőség vizsgálati eredmények pozitívak, az Alföld Víz Zrt. A szükséges intézkedéseket megteszi. Társaságunk az ANTS által jóváhagyott vízmintem terveket elvégezte. Az utolsó mintavételezés az 2015-07-01-én történt, ahol negatív vízminta eredményünk van. Vagyis a városban élőknek aggodalomra nincs okuk, a cég makon végzett legutóbbi mintavételei megfeleltek az előírásoknak, az ivóvíz iható.